Teljes a káosz a szeszesít a kereskedelmet szabályozó törvénnyel kapcsolatban. A gazdasági miniszternek volt egy ötlete, miután már ősszel elbukott egy verzió, de a fideszes Gulyás Gergely jobbat talált ki, mint Varga. Amivel viszont Lázár János nem ért egyet, ahogy Varga ötletével sem. A legutóbbi nyilatkozat szerint Gulyás már magával sem ért egyet, vagyis egyetért Lázárral, aki ugye nem ért egyet vele. Persze nem csak elvek csatáznak itt, akárhogyan is, hiszen hatalmas pénzről van szó. Bátori Robert összeállítása. Ennek az italkereskedésnek tavaly még csak 22 millió forintos jövedéki biztosítékot kellett felmutatnia, de ha betartanák a törvényeket, akkor ahhoz, hogy továbbra is alkoholos italokat forgalmazzanak, erre az évre már 150 milliót kellene befizetniük. Hiba csúszott a gépezetbe. A kormány még novemberben úgy vélte, hogy januártól, aki Magyarországon italt akar árulni, az fizessen be jövedéki biztosítékként 150 millió forintot, de gyorsan módosítót terjesztettek be. A Törvényalkotási Bizottság fideszes elnöke akkor azt mondta, technikai hiba történt, és korrigálják. Nincs az érdeklődés. Korrigálták, de ezt is rosszul. Előbb léptették életbe azt, hogy januártól minden italkereskedésnek 150 millió forintot kell fizetnie, mindegy mekkora forgalma van. A forgalomtól függő sávos rendszer pedig csak 2016-tól élne. Addigra viszont alig maradt volna kereskedő a piacon. Gulyás Gergely magára vállalta a felelősséget. Szeretnénk mindenkit megnyugtatni, akit érint, hogy ezt a hibát az országgyűlés a lehető leggyorsabban, már a február 16-i ülésén sürgősséggel, kivételes eljárásban meg fogja tárgyalni, és módosítani fogja a törvényt. Ennek megfelelően az eredeti javaslatnak megfelelő helyzet fog helyreállni. Vagyis egyelőre senkinek nem kell fizetnie egy fillért sem, csupán áprilistól. Akkor lép életbe a sávos jövedéki biztosíték, amely egyfajta kaució az állam felé, ha esetleg csődbe menne a kereskedő. Az új szabályozás szerint, akinek az éves nettó árbevétele 300 millió alatt van, annak ugyanúgy 22 milliót, akinek 300 és 600 millió forint közötti, azoknak 40 milliót kell letétbe helyeznie. A legnagyobb forgalmat lebonyolító italnagykereskedéseknek, amelyeknek 2 milliárd fölötti árbevételük van, azoknak kell csak 150 millió forintot befizetniük. Gulyás Gergely tájékoztatója után a miniszterelnökség is kiadott egy közleményt. Ebben azt írják, nem értenek egyet a szabályozással sem Gulyás Gergellyel, és visszaállítanak mindent az eredeti állapotra. Tehát mégsem lesz sávos biztosíték, hanem mindenkinek 22 millió forintot kell majd letenni. Bátori Róbert, 7/24.